Na, hello, gyerekek! Hát, tegnap is nagy az alsót, kérlek szépen. Hallgassátok meg. Itt ki van téve minden száradni csizmot, minden szarázott motorról jöttem hazafelé, elkapott. Ki vannak téve itt kabalt, minden száradni. Na, nézzük meg, hogy mennyit esett. Ugye a tegnap előtt esett 2,5 incset, a tegnap esett 2 incset. Úgyhogy kezd békeményíteni az esős szezon. És nem is lenne baj, csak az a baj, hogy mikor előről a fel keletről esik az eső, és ilyen csapós eső, nem egyenesen jön le, hanem csap. Folyik mind be az ajtón, ugye említettem ezt az előző videómban, és valaki pont ma reggel írt, hogy van egy ötlete, és nekem is megfordult a fejembe a minap, de gondoltam, hogy túl bonyolult lenne, és csak ott kell taknyolni vele, és nem csinálom meg. És azt helyett ugye mondtam, csinálom, leszigetelem belülről az ajtót, teszek ilyen gumipantot körbe, de azt ajánlotta ez a kedves nézőm, hogy tegyek egy széles plé darabot, ami kilóg mind a két felén, és ugye felfogassam így, és akkor kihajlítsam így 100-110 fokba, tehát egy kicsi lejtéssel, hogy kivédje az esőt, hogy ne tudjon bemenni az ajtóhoz. Na, úgyhogy az jó ötlet, küldött is egy kicsi rajzot róla. És az jó lenne ide. Na, látható, még mindig meg kéne csinálni belül a szigetelést, ugye, mert nem védené ki az egész ajtót, mikor innen jön oldalból csapós eső, akkor alul is be tud folyni, nem csak felül. De viszont biztos, hogy segítene. Úgyhogy veszek egy plé darabot, és kipróbálom. Ja, az a baj, hogy betonfal van, és kell fúrni, és tipnizni is. Mondjuk van azt hiszem olyan csavar is, amit nem kell tipnizni. Meg kell nézni mutkó, mintha vettem. Hanem csak fúrsz egy likat, egy csavarod belé egyenesen a téglafalba, vagy a betonba. Na. Úgyhogy muszáj ezt megcsinálni, mert tegnap is mind befújt a víz, elalazott a szőnyeg, meg minden. Úgyhogy ja, egy darab pléjét ebből, amit a szomszéd adott. Lát, egy könnyebb pléjét tegyek-e? Van ez alumínium lemez, lát, egy könnyen hajlítható, és a másik ez olyan durvább pléj lemez, annak lát jobb a tartása, bár a könnyebbet. Az alumínium ez ugye könnyű sűrű, de ez nem olyan nagy tábla. Itt van még egy jó ilyen kocka formájú tábla. Ja, lehet ez lenne a legjobb. Levágom ezt a részt, amit el van fonnyadva. És akkor meghajlítom középen. És felfogatom oda. És ugye mondta is ez az illető is, hogy bocsa, nevetre van, nem emlékszem, és nem is mondtad, hogy nyilvánossal tehetem, úgyhogy nem említünk nevet, de ja, mondta, hogy ha felszereled a plének a felső feléhez egy ilyen vízálló szigetelést, szilikon vagy valami pasztát, ami, hanem ugye befolyna a plé mögött, még úgyis be tudna csepegni az ajtóhoz. Na. Úgyhogy jó volna építeni a tornácot, de ugye előbb meg kell vegyem a villáncset. Még bajok vannak. Na, de készülök munkába. Megyek számítógépes munkát csinálni Eszteróba, amit Bonita Springs felett van. Egy 35-40 percre van innen, nincs olyan messze. És el kell menjek a trailerhöz, a létrát elvegyem, mert egy kábelt kell behúzzak az almennyezetbe.
egy kettfaj volt a DVR-hoz. Úgyhogy kell vigyek létre, meg kell keressem a izét. Valahol láttam a minap ezt a csövet. Egy vékony, milyennek nevezitek, mikor kábelt vezetsz. Ilyen darabokba jön, és akkor össze lehet csavarozni, és azzal húzod be a kábelt a mennyezetbe. Sneaking tool-nak hívják, vagy ilyen, mit tudom én. Aztán betettem ide valahol. Hol vagy, hé? Vagy nem, aztán bevittem a házba. Ja, itt nincs. Na, az kell, a létra kell. Cat 5 kábel, az van bent a házba. És kellnek ugye a dugaszok a végére, az RJ45. RJ45-ös konnektorok, és kell a crimper, amivel a konnektort leszorítod. És nagyjából ennyi kell. Viszek még egy furupisztolyt, hanem általán lyukat kell fúrni itt ott a izébe, a mennyezetbe. Ez a drop ceiling, hogy hívják? Ilyen a mennyezet, csak ilyen könnyű valami préselt papírból, ilyen egy centis vastag lemezek a mennyezeten. Itt legtöbb ilyen commercial buildingbe azok vannak. Na, ezt megcsinálom, ezt a munkacskát. Ennyi most, 11:30, egy óráig oda kell érek, úgyhogy mindjárt indulok, épp összeszedem a szerszámaimot, menet elveszem a létrát a szomszédtől, ugye ott a kicsi ügyes összecsukható létrám a lakókocsinál. Hogyha valakinek meg kell mutassam, tetőre fel akarnak menni. Úgyhogy azt elveszem. Szerszámokat. Akkor felmegyek a 75-ösön, és jövet a hátsútokon jövök Imakali felé. Egyúttal bevásárolok, mert fogytán van a gyümölcs. És ez a T-mobil üzlete, ahol megyek. És van még két cég, nem tudom, említettem-e, az Unforce-on kívül. Az Unforce.com-on kívül van a FieldNation.com és a Workmarket.com, mintha. Na, mind a három ilyen subcontract, tehát munkaközvetítő technikusoknak. És azt hiszem, azt fogom csinálni, hogy feliratkozok a másik kettőre is. Ezt a Workforce-ot nem nagyon, nem Workforce, Workmarket-et nem nagyon dicsérik, mert valamikor későn fizetnek, 30 napra. Az Unforce hamar fizet, pár napon belül. Azért szeretem azt. És most még jobb lett az Unforce, mert azért sokan haragudtak eddig rájuk, és én is, mert bevezették ezelőtt, vagy 2-3 évvel, hogy ha nincsen biztosításod, workman's comp, liability, akkor extrát levontak, de azt most megszüntették. Úgyhogy ja, azért szeretem ugye ezeket az alvállalkozói munkákat, mert itt nem kell, nincs költség, nem kell marketinggel foglalkozzak, nincs felelősség. Hát van felelősség azért, amit te csinálsz, de ugye nem te kell foglalkozz a munkakoordinálással, meg mit tudom én, úgyhogy te csak odamész, megmondja, hogy ezt csináld így, húzd be egy kábelt, cseréld ki ezt, szereld fel azt, elvégezted, megmutatod az end usernek, a menedzsernek, tetszik, oké, aláírja a papírodot, és kész vagy. Hazajössz papírt, bészkenneled, elküldted, és 2-3 nap múlva megvan a pénz. Ez nem fizet olyan túl sokat, ugye ezek főleg az ilyen apró munkák, $70 kapok érte. De hát könnyű munka is, max. Egy órás munka. Igaz, még az út egy óra oda-vissza. De hát motorozni a szép napsütésbe, az csak lazulás. És ugye mindig egy bekötöm valamivel, most jövet megyek piacra gyümölcsöt venni,
És hogyha még feliratkozok a másik kettővel is, akkor be tudok még vállalni többet, heti 2-3 munkát, 4-et, és hogyha napi 2-t meg tudok csinálni mondjuk, akkor ugye már az utazás, az időveszteség, ami az utazással van, az már csökken. Az a jó, így nem kell céget bejegyeztessek, se, nem kell taknyoljak semmivel, nem kell vele marketingre költsek, a motorról is megélek, ugye. Ha céget csinálok, akkor sokkal több szerszámot kell hordozzak, meg anyagot, meg alkatrészet, meg akkor kéne egy autó, mert ugye mikor motorról mész, nem lehet telefonálni sem. Úgy szoktam fűdugót beteszem, és telefonot ott a combomon se. Ja. Na, de egyelőre maradunk csak így. Egy kis alvállalkozói, itt-ott kétszer-háromszor egy héten. Még egy kicsi kártészkedés, és ugye még a saját kuncsaftjaim interneten keresztül. És ez elég. Aztán meglássuk. A jó dolog az, hogy ugye bármikor, ha akarom, akkor be tudok menni full time-ba, de egyelőre nem érzem szükségét. Nem meg vagyok elégedve a haladással. Lehet úgy tűnik közben, hogy nem elég a haladás, de nekem elég. Igazából nincs hova siessek, jól érzem itt magam, minden oké, úgyhogy jó. Minden meg lesz idővel, az idő minden megút. Na jó, induljak majd, aztán ott munkába még egy kicsit filmezek, talán.